Apropó hétvégi esemény, így van. Másfél, majdnem két év után lezajlott az újabb vadász találkozó, méghozzá, még a nyugatinál levő bárkávba, jó pár otokkal, még olyanokkal is, akik nem jelentkeztek, de jöttek, olyanokkal is, akik jelentkeztek és jöttek, olyanok nem voltak, akik jelentkeztek, de nem jöttek például, és olyanok se, akik Akiket nem tudom, valakik még biztos nem voltak, de azt hiszem felsoroltam mindenki, aki ott volt. Um, nagyon örültem neki, srácok, ez egy. Um, a, aki ott volt, az szerintem a, a lehető legjobban érezte magát, ahogy én így kivettem. Um, azért is volt különleges ez a találkozó, mert ez gyakorlatilag egy újabb generációs. Um, Vadászok találkozója volt, nagyon sokan voltak, úgyhogy első alkalom volt nekik, és csak pár embert ismertem úgy, 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 hogy már előtte is találkoztunk. Úgyhogy szerintem ez abból a szempontból nagyon jó volt, hogy majdnem mindenki vadidegen volt egymásnak, legalábbis élőben, hát a chaten természetesen nem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy király volt a, szombati tali. Ötkor kezdtünk, mármint hogy ötkor találkoztunk, akkor volt a foglalásunk, és a hajnali kettőig maradtak a srácok. Én, 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 én meg Adri nagyjából ilyen egy körül mentünk el, mert nekem már nagyon hasam. Adri meg már láttam, hogy fáradt volt, úgyhogy, úgyhogy akkor le, le, lementünk, majd hogy elmentünk. Akik nem jelentkeztek és nem is mentek, azok se voltak ott. Így van. Na, például ők se voltak ott, pontosan Sticky, pontosan. Azt szerintem, azt szerintem lett volna nagyon vicces, ha ott lett volna olyan, aki nem jelentkezett, de nem ment el. Hát igen, az nagyon vicces lett volna az ozo. <laughs> ö, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam. Ö, a, ami nem tetszett egyébként, hogy ez a Barcraft, ö, ez. Ö, a, amiben voltunk, hát nem nagyon érződött, hogy bármiféle nájuk lenne. Úgyhogy, megsültünk, megsültünk odalent a pincébe. Illetve az is furcsa volt számomra, bár mivel nem én intéztem meg, meg annyira nem volt közem ez az egészhez, azról, mi szegény meg csak szabadkozott, hogy egy, egy hónappal előtte le, le lett foglalva a hely, és uh, 15, 15 főre lett foglalva az asztal, és kaptunk egy olyan sarkot, ahol elfért 10 ember. Szóval, így ezek voltak a negatívumok, egyébként szerintem a kiszolgálás az így rendben volt. Öhm... Én nem nagyon járok ilyen helyekre, de lehet, hogy legközelebb majd megnézünk valami mást. Jó volt az úgy az együttízadás, amúgy is összehoz mindenkit? Hát jó. Hát jó. Úgyhogy össze összességében én élveztem. Én élveztem, srácok, a szombatot. A többiek ne nevében nem nyilatkozom, de szerintem szerintem a többiek is élvezték. És én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ez egy olyan dolog, amit majd meg kell ismételnünk idén még jó párszor, akár más programok mellett, de, de szerintem ez egy tök jó dolog volt. Úgyhogy idén még lesz ilyen, aki lemaradt volna, ne legyen szomorú, még lesz ilyen. Hmm. Az már vannak ötletei, hogy milyen... Korábban kezdődő programok legyenek, szóval érdemes figyelni Discordon a közösségi események szobát. Sajnálom, hogy nem láttam, ott csak kezdődik a nyár, ilyenkor megbolondolnak az emberek. Hát ez ilyen golden samurai, majd legközelebb biztos lesz még alkalom, amikor tudunk ütközni. Biztos lesz még alkalom. Úgyhogy ebből a szempontból jó volt a, jó volt a, szombani, a szombati nap. És természetesen várunk mindenkit, aki nem tudott eljönni. A képek nagyon nem készültek az eseményről, mert Értitek? Én, én annyira nem gondoltam erre, egyszer szóltatok rám, hogy mehetne valami, akkor is csináltam kettő a képet, úgyhogy... You have ez, ez, inkább, ez inkább olyan, hogy ha megkérdezitek, hogy milyen volt, akkor majd el tudjuk mondani, hogy hmm. nagyon jó volt. A következő alkalom pedig július 10-én lesz, mármint ilyen találkozó jellegű természetesen nem iszogatás lesz most a program, hanem megnézzük együtt a tort, az új tort, július 10-én részleták Discordon a közösségi események szobába. Akinek nincs Discordja, az Facebookon tud tájékozódni, mert ott is kint van az eseményeken belül. Úgyhogy ennyit, ennyit a hétvégi um, eseményről amit még akarok nektek mutatni gyorsan, mielőtt belevágnék a játékba, az nem más, mint hogy mondtam már pár hete nektek, hogy elkezdtem ezt a Twitch schedule-t jobban vezetni, és ezzel kapcsolatban mutatnék nektek dolgokat. Egy pillanat. Szóval itt láthatjátok, hogy um, mik a tervek a hétre, ha esetleg nem lenne Discordotok, Redditetek, vagy akármi, tehát, hogy um, három helyen is um, you have három helyen is már uh, vezetve van a, a menetrend, um, ugye Discord az az alap, Redditen is kint van, meg most már itt a Twitch menetrendbe is vezetve vannak a dolgok, és ezzel kapcsolatban Um, szerettem volna nektek mutatni um, egy olyat, hogy um, itt ugye látjátok, hogy mi mikor van, sajnos uh, a felület um, kicsit gagyi, mert nem látjátok most például, hogy mi az, ami er, erre a délelőtti órára be van írva, illetve a délutánira se, sőt konkrétan így az egész nap az így, uh, hát az így kérdőjel, ebből a szempontból béna egy kicsit a Twitchnek ez, része, így szerkeztem egyébként a dolgokat, de most ez nem számít. Ami számít az az, hogy van itt nekem két olyan gomb is, hogy export a kalendár, ez gyakorlatilag egy feliratkozó funkció a, a Twitches kalendáromra, ez egyébként mindenkinél igaz, tehát nem csak az enyémre tudtok feliratkozni, hanem máséra is, Google kalendárt fogom nektek most megmutatni, de kipróbáltam már telefonon is, szuperül működik ez a dolog, mutogattam nektek, hogy szépen ott van a naptáram, hogy mikor mi a terv. Hogyha én most erre a gombra rányomok, akkor látni fogjátok, hogy felveszem a naptáramat, és itt van minden. Hát, hogy jobban lássátok, átváltok erre a heti Nézetre, és akkor itt van minden. És hogyha nektek kell valami, akkor innen be tudjátok másolni a saját naptáratokba, hogyha éppen úgy van, hogy arról értesülni akarnátok, de természetesen ez egy olyan dolog, hogy itt is akár be tudtok állítani értesítéseket pluszba, vagy napi értesítést. Mert aki vágja ezeket a naptárokat, hogy mégis hogy kell kezelni, az tudja, hogy mire számíthat. De a lényeg a lényeg itt is fel tudtok iratkozni. Uh, tehát, hogy a, a Twitch-es naptára is fel tudtok iratkozni. bocsánat, a Twitch-es naptára fel tudtok iratkozni, és így uh, értesülhettek akkor is a, a streamekről, amikor éppen esetleg nincsen internetetek, mert már korábban lehúzta. Tehát, hogy így én ezt 930 és 10 között itt. 10-ig nagyjából meg szoktam csinálni ezt a, ezt a menetrendet, szóval, hogyha addig éppen netet kap a telefonotok, vagy az alkalmazás, amiben nézitek a naptáratokat, akkor mindenféleképpen net nélkül is már ott lesz bennem bármikor, és itt láthatjátok a dolgokat, illetve áthúzhatjátok a személyes naptáratokba, hogyha esetleg olyan értesítéseket akartok beállítani magatoknak. Um... ja, Ja. Igazából ezeket a linkeket majd megosztom veletek, hogy, hogy ha érdekeltiteket a dolog, a vodalat, mindenféleképp, és ha nem csak az enyém érdekel, akkor azt a számot átírjátok a végén, a Broadcaster ID-t, amit a legegyszerűbben úgy tudtok megszerezni, hogy itt a Twitch Módsz oldalon beírjátok az illetőnek a nevét, én most természetesen a magamét fogom, beírjátok, és akkor ott van a végén az a szám, és az az a szám, ami a Broadcaster id ami alapján például a naptárba is bekerülnek a, az események. Úgyhogy ennyit még akartam mondani így a, a hétvégi vadász találkozó után ezt a menetrendes dolgot, hogy, hogy van amúgy ilyen is.